Jó reggelt kívánunk, ahogy említettük már, a vendégeink, a heti vendéglátók a Hala tortámban, Pap Lili szépségkirálynő, mi lányok dekoltázsát és kinézetét. Arra emlékeztet engem, igen, amikor hozzám jött a Fresh Fiki, a Pataki Bea és a Hajdusarkakat, hogy azt kértem volna, miközben lehet, hogy ez így történt, hogy a Metzger Viki, hogyha jól tudom, húsnak nézte az önmuffinját. Most kiestem. A zsűrinek a gondolatait vagy a kritikáit már úgy helyre tudtad tenni magadban? Ugye Friderikus Sándor mondta azt, hogy te egy tipikus sztár alkat vagy, de esélyem sincs arra, hogy tovább mondjam a felvezetőnket. Tibi, te ültél a nagy kakas helyére. Jó, vendégünk Galaszti többek között. És majdnem, hogy a végén vagyok. Mi a baj, Tomi, a napszem egy monokli van a szemed? Igen, én megvertem, mert én vagyok. Nagyon szép. Gyere el szerdán. Hova? Ja. Az egyik, hogy filmbemutató lesz először, azt szerintem a négy tábor között mondjuk, ha nem is sok, de szerintem van. Hát majd most lesz. Most én beszéltem egy ember, aki engem is meg a Szabid is szeret például. Ez én. Na hát hál' Istennek, már ketten vannak akkor. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek ilyen nagyon korán. Köszönjük. Mi köszönjük a lehetőséget. Kettünk. Macskák is voltak, szőkenők is voltak. Megint a pokhagymát fogod előhozni, miközben bennem az az elhatározás született meg így a mai adás után, hogy én szeretném Farkas Pétert megtalálni. Senki nem tart vissza, szerintem sokan vannak ezzel még így. Igen, hála Istennek, és keressük azokat az embereket, akik Farkas Péter felkutatására vállalkoznak. Hogy hívják ezzel is Robit, ha tudják, hogy merre van. Megkönnyítsük az igazságszolgáltatás dolgát. Na, egyébként vannak érdekes témáink holnapra vonatkozólag is. Minket kezd, Robi. Például tündöklő milliárdok, érdemes-e ékszerekben tartani a pénzünket, hogyha jól